szívedben, Isten segélyen, tartva szívet ész nagy... Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Vazekas Sándor az ünnepségen Mindszenty József szavaival idézte meg 1956 szellemét. A világtörténelemben páratlan ez a szabadságharc. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink, honvédségünk, munkásságunk, földműves népünk példát mutatott az együttes haza szeretetre. Ha van nép Európában és a világban, amelyik a 20. században sorra kapta a kíméletlen csapásokat a történelemtől, hogy soha ne felejtsük el, mit jelent szabadságban élni, akkor azok mi magyarok vagyunk. A miniszter az ünnepségen kiemelte. A szabadságharcosoknak is köszönhető, hogy ma megszülethet egy olyan földtörvény, amely nemzeti kincsünket védi. A jogszabály biztosítja, hogy a jövőben csak magyar földművesek vehessenek, és magyar gazdálkodók bérelhessenek termőföldet. Ez a jövő záloga, a vidéken élők boldogulásának alapja és az ország szuverenitásának biztosítéka. Október 23-a alkalmából kitüntetéseket adott át a miniszter. A kitüntetettek között volt Fejes István, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagja, aki Magyar Vidékért díjat vehetett át. Valamint Tarr Gyula, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet osztályvezetője, aki miniszteri elismerő oklevélben részesült a Magyar Vidékfejlesztésért létrehozott hálózatok koordinációja érdekében végzett eredményes munkája nyomán.